Jaj, ezt most szétbontani, de király. Ezt szeretem a legjobban. Lehet, hogy a másik sarkon jobban járnék, de most nem néztem, de attól tartok, hogy ott se egyszerűbb a helyzet. Szikszalagot meg nem is hoztam. És itt is ugye ugyanaz a helyzet, tehát hiába van ez a sarokoszlop, egy tisztességes méretű oszlop jól leütve. Amikor esik az eső, felázik a talaj, akkor annyira kilazul, hogy nem muszáj voltam megtámasztani egy kissé. Tehát nem véletlenül van. Hát, ha metszóló nincs is nálunk, de én ezt a belógó csipkét ezzel elcsípem. Mert ez itt nekem nincs jó helyen. Na, bontsunk. Hát igen, szikszalagot hozni kell, mert ezt már így, pláne, hogy ilyen hideg van, mert kifejezetten hűvös van. Ezt így nem hiszem, hogy össze fogom tudni ragasztani. Ja, ez már nem ragad semmit. És mint látható, itt végig van fonva az egész, ami jó, ugye amiatt, hogyha átkötéseket kell csinálni függőleges irányba, akkor az itt megvan. Viszont ha bontani kell, akkor a szívás. Illetve még annyi előnye megvan, hogyha esetleg valahol valamiféle szakadás lenne, akkor ugye, hogy ez ilyen hosszan meg van hagyva, akkor tudok rajta húzni, és akkor tudok rajta visszahúzni egy kicsit, és akkor van miből gazdálkodni, újra összekötni. Nem kell egy külön darab még azt, hogy bepótoljam. Ebbe a szalagban már csak azt nem szeretem, hogy itt, ahogy ugye össze van csomózva, ezt szabad kézzel nem nagyon fogom tudni kibontani, úgyhogy tényleg lesz egy utam, nem csak szikszalagért, hanem mondjuk egy szög, vagy csavar, vagy valami, aminek a segítségével ki tudom lazítani majd azt a csomót. De hát ennek köszönhetően ugye nem is lazul ki. Igazság szerint ez a szalag, mondom, nagyon nem is kéne. Állatok miatt csináltam direkt, hogy egy kicsit jobban látható legyen számukra, hogy hol van a területnek a határa, de különösebben nem lényeg. Akár el is lehetne hagyni. Legközelebb egyébként, ha arról lesz szó, hogy mondjuk ez szakad, szét, meg teljesen cserélni kell, akkor lehet, hogy felőre már szalagot nem fogok rakni. Ugye ez nekem is jobb látványba, mert akkor egyáltalán nem látszik a villanypásztorból semmi, vagy legalábbis kevesebb, és akkor sokkal természetesebb hatású. Egyszer. És akkor azt hiszem, hogy ezzel kell kezdeni a szalaggal. Illetve itt is van még átkötésünk. Ajaj, nem bízta ezt a véletlenre, aki ezt csinálta. Hát mindegy. Nem kell ezt minden nap csinálni, szóval nincs itt gond. Nagy móka ez. És akkor vajon ki tudjuk ezt kötni? Pedig ránézése nem tűnik ez olyan nagyon-nagyon hűde szorosnak. Ó, jön ez. Végül is tök mindegy, mert mint mondtam, szigetelő szalag miatt úgyis lesz egy köröm. De hát akkor azt lehet, hogy majd úgy csinálom, hogy azért felesősen nem jövök le, hanem amikor majd erre tipegek, csak az a baj, akkor meg elfelejtem. Akkor én ezt megcsinálom. Ha eszembe lesz, aha, viszont ezt nem fogom tudni szétszedni. Jaj, ezzel meg csak szétbarmolom. Hát akkor, hajrá!
volt egy picit vastag. De ez a megfelelő technika. Eddig legalábbis így ez bevált. Annak idején. Arra, hogy kiszúrjuk a kezünket vele. Az a baj, hogyha fogóval megpróbálok ráfogni, akkor azzal nagyon szétbarmolom. Na hát beletelik, hogy 5 óra hosszába, de azért csak elérjük valahogy, amit akarunk. Na, egyelőre ez ennyi. Ez volt a nehezebbik része. Ezt addig rakjuk félre egy kicsit. És akkor lehet meghúzni először a drótokat. Na, ez viszont lehet kezdjük el majd. Mondjuk jobban járnék, hogyha kimennék kívülre. Talán jobban hozzáférnék. Nagyon azért megfeszíteni nem akarom, mert igazából nem szükséges, de egy kicsit csavarincsunk rá. De szeretem a drótot, pedig megfogadtam odakint, hogy soha az életbe többet én nem fogok dróttal foglalkozni. Aztán mégis ide lent valahogy azzal kezdtem el, nem tudom miért. És akkor lehet mindent visszakötözgetni. Ja, egyébként valamiről megfeledkeztem, és nem szóltok. Annyira volt pedig eszembe, hogyha már egyszer szétbarmolom az egészet, hogy aztán újra összebarmoljam, hogy leellenőrizzem, hogy mit csináltunk. Az is lehet, hogy valami nem jól áll. Jó, a közelebbit, amit cseréltem, az látom, hogy jól áll. A távolabbiről nem látok rá. Látom, hogy hol van, csak magát a vaskarót, nevezzük így, nem látom, mert ugye az láthatatlan már messziről. Csak muszáj leszek odagaloppozni, hogy megnézzem, lecsekkoljam, hogy minden rendben van-e. De most már ezt rákötöm. Egy a fene. És akkor tolunk rá egy kis szikszalagot. Ah, megáll ez így. Na, addig én megmegyek, megnézem. Nem muszáj vagyok bemenni, mert ez így nem pálya. Meredek a terep. Ebben a korban már azért oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Igen, mint mondtam, ez jól áll. Én úgy látom, hogy a másikkal se lesz gond. Ránézek, hogy így vonalban vagyunk-e. Nagyjából nem hajlunk sehova. Ugye a drótot annyira nem feszítettünk.
Így van egy kis hézag, néhol nagyobb különbség például ott az alsó szál, meg ott az alsó szál alatt, de még az azt gondolom, hogy belefér. Na mi van, anya? Sikíts valamit! Nem. Anya gyereknek néma se érti a szavát. Szúrám ez a drót. Na, és akkor még ugye ezeknek kell az átkötéseit ide. Na, ezt viszont le kell majd ragasztani. Hello. A szőlőbe is megy a munka. Ki kell használni a jó időt. Mozsi, de kemény vagy odafentről. De csak odafentről. Ide már le sem mersz jönni. És csavartam arra, azért. Itt a tavasz. Akárki akármit is mond, itt a tavasz. Sajnos február közepén van itt a tavasz. Na de mindegy, ennyit már akkor erről a projektről. Nekem azért van még itt tennivalóm. Úgy értem, hogy van még két karó talán. Vagy három is. Amit így le kell cserélnem, de azt már nyugodtan rám bízhatjátok. Megoldom. Na menjetek BKV-val.
gondoltam, hogy ezt drótot valahogy meg tudnám úgy szorítani rajta. Aha, ez így jó. Akkor talán ez majd nem engedi elfordulni. Így van. Hát szeretvedett megoldás, de ide nálunk ez jó. Mert ezen már elfordította a szél többször is, láttam. Úgyhogy mindenképp gondoltam valami vaszek megoldást, akkor kitalálunk rá.